Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Zöldfaúti tagvodában, nyár van, nagyon jó idő van, Andrássy Tibornéval beszélgetünk, hiszen egy érdekes és különleges tábor van most itt már. A képeken is lehet látni, hogy érdekes eszközök vannak itt felsorakoztatva az udvaron. Mi is ez a tábor pontosan? A táborunknak a neve az Egy hét a környezetünk védelmér, ez egy több éves hagyományra tekint vissza, 6. éve valósítjuk meg, nagy csoportos óvodás gyermekek számára. Elsősorban azok a gyerekek vesznek részt a táborunkba, akik két keréken biztonságosan tudnak kerékpározni, illetve érdeklődnek a természet és a környezet iránt. Mi a program, miszerint látjuk, hogy már készülnek a sátrak, úgy tudom, most éppen belegfürdőben voltak és horgászni voltak, tehát sok-sok olyan program van, ami egyébként hét közben vagy év közben nincsen lehetőség. A programokat azokat úgy tervezzük, hogy a mindennapokra, az óvoda élet mindennapjaira épüljenek, tehát a környezeti nevelés az intézményben kiemelt nevelési terület, és a gyerekek nagyon sok ismeretet és tapasztalatot szereznek a természetről. Ebben a táborban viszont az ismereteiket felelevenítik, elmélyítik, és újabb ismereteket szereznek. A programot úgy állítottuk össze a kolléganőinkkel, hogy a gyerekek megismerjék lakóhelyünk természeti értékeit, illetve az épített környezetét is, tehát a hangsúly ezen van, hogy az értékeinket bemutassuk a gyerekeknek. Az első napon lehetőségük volt a gyerekeknek, hogy a földbe vájt kunyhót megtekintsék, megismerkedjenek vele, kerékpározzanak, és minden helyszínre kerékpárral látogatunk el. A második napon a természeti értékeink közül a Zádorhíd és környékét fedeztük fel, kerékpárral mentünk a gyerekekkel, a kunhalmot, a növényvilágot és a rovarvilágot fedeztük fel, ezeket nézték meg a gyerekek. Ma pedig akkor a belegfürdő volt a ottani óvoda, és úgy tudom, hogy őket is meglátogatták. Igen, egy csodálatos környezetben láthattuk a bereki óvodát. Ez volt az egyik célunk, a másik pedig a vizes élőhely felfedezése. A belső tavat néztük meg, illetve szákkal merítettünk. A gyerekek megismerhették ezáltal a vizes élőhelyet, az élővilágát, növényeket, állatokat, a törpegémeket figyelték meg, a viselkedésüket. Tehát betekintést nyertek egy igazi tó élővilágába. És mivel zárul a tábor? A programunk utolsó napja pénteken lesz, egy madárgyűrűzés az erdei tornapályán. Itt lehetőségük lesz a gyerekeknek megtekinteni a madárgyűrűzést. A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmérével fogjuk végezni ezt a tevékenységet. Nagyon nagy sikere szokott lenni a gyerekek számára. Ugye itt megtapasztalják, hogy mennyire fontos a madarakat védeni, óvni, hogy milyen tevékenysége van a természetvédelmi őröknek, és majd felnőve ők is mit tudnak tenni ezekért az állatokért. És egy nagyon fontos programunk volt még, az a Karcagi Vadásztársasághoz látogattunk el. Ugye a gyerekek tudatában az van, hogy a vadászoknak mi a dolguk, hogy lövik az állatokat, viszont itt megtapasztalhatták azt is, hogy nem azért lövik a vadakat, hogy pusztítsák, hanem hogy meghatározott céllal, feladattal végzik, és hogy milyen fontos szabályokat kell betartani. És a fővadász Szabó Pál elmondta a gyerekeknek, hogyha az erdőbe mennek, úgy tekintsenek, minthogyha a természet templomába lépjenek be. Tehát a gyerekeknek a szemléletét, viselkedésmódját, viselkedéskultúráját is próbáltuk alakítani, fejleszteni a segítőinkkel együtt. Azt gondolom, a gyerekek az egy hét alatt akkor rengeteg élménnyel mennek haza. Én utána azt kívánom, hogy önök, óvónők is töltődjenek fel, hiszen azért az egy hét inkább most a munkáról szólt. Igen, és arra törekedtünk, hogy a délelőtt folyamán élményeket szerezzünk, és a délutáni programok alkalmával pedig feldolgoztuk ezeket az élményeket természetismereti játékokon keresztül. Én úgy gondolom, hogy nagy élményekkel térnek haza a gyerekek, ez volt a célunk, és hogy gazdagodjon az ismeretük és a természet szeretetük. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen!